Sziasztok, izomvadászok, és üdv az új videóban! Ma beszélünk arról, hogy miért jó több zsírt enni, amikor zsírt akarunk égetni. Jöhet az intro. Zsírt a zsír ellen. Most lehet, hogy néhányan hülyének néztek engem, de zsírt a zsír ellen. Hogy gondolom én ezt az egészet? Az az igazság, hogy manapság túl könnyű, túl sok zsírt bevinni rossz forrásból. Amire én gondolok a mai videóval az az, hogy kell több egészséges zsír. Van bizonyos zsír, ami nem jó a testünknek, amivel úgymond nem tud mit kezdeni, és van olyanféle zsír, amivel igenis tud mit kezdeni. Az a jóféle zsír például kell ahhoz, hogy jól működjön a hormonháztartásunk. Hogyha nem működik jól a hormonháztartásunk, akkor nehéz lesz a zsírégetés. Most, hogyha én mindig csak megyek mondjuk gyors étterembe, vagy egyszerűen szeretem azt a pizzát heti nem tudom háromszor megenni, akkor valószínűleg nem viszek be elég jó zsírt. Van egy bizonyos zsírszám, amit naponta kell bevinnünk, hogy működjön rendesen a testünk, és hogyha azt a számot elérjük naponta, de rosszféle zsírokkal, akkor a testünk még mindig nem fog rendesen működni. Ezért az én tippem az, hogy vigyetek be több jóféle zsírt. Most mi az, hogy jó zsír? Arra egy tippem az, hogy nézd meg a sarokban lévő élelmiszer videómat. A másik tippem pedig az, hogy nézd így az egészet, hogy egy élelmiszer annál rosszabb, minél többet meg lett kezelve. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy egy mélyhűtött pizza, az vajon mennyire jön a naturból, az még mennyire van közel a naturhoz, akkor valószínűleg ahhoz jutunk, hogy ez már nincs közel a naturhoz. Viszont, hogyha gondolok mondjuk mandulára, vagy dióra, ilyen diófélék, vagy például avokádó, azok mind így jönnek a naturból. Talán a dióról már leszették a héját, de ennyi. Tehát feldolgozatlan élelmiszer az általában nagyon jó. Itt most vigyázzatok, mert nem minden élelmiszer, ami közel van a naturhoz, rögtön egészséges. Például a napraforgó olaj az akár, mondjuk úgy, hogy halálos lehet, hogy miért, azt a videót is most beteszem a sarokba, azt mindenképp nézzétek meg, hogyha szoktatok napraforgó olajat használni, és a videó után kérem, hogy már ne fogyasszátok. És akkor ideírok még példát, példa, ugye mondtam az avokádó, mondtam, hogy diófélék, és amit még tudok ajánlani, abban rögtön sok a fehérje is, az a tojás. Ez most így három élelmiszer, amit adok nektek tippként, ami nagyon jó. Hogyha szeretnél még többet megtudni az élelmiszerekről, akkor mondom, a sarokban van az élelmiszer videóm, azt nézd meg. És akkor ennyi a videó, hogy miért jó több zsírt enni a zsír ellen, jó több egészséges zsírt enni, és jó kevesebb egészségtelen zsírt enni. Jobban fog működni a hormonháztartásod, jobban fog működni emiatt az egész tested, és emiatt jobban fog működni a zsír égetés, hogyha elkezdesz edzeni, vagy hogyha már edzel, és hogyha figyeled a kalória beviteledet is. Hogyha valahogy tudtam segíteni a mai videóval, vagy hogyha tetszett a mai videó, akkor kérlek, hagyj itt egy lájkot, iratkozz fel, és kapcsold be a csengőt, és akkor nem maradsz le hasonló videóimról sem, és akkor találkozunk a következő videóban. Köszi, hogy itt voltál! Na, csáh!